A hobbiról tanulnak a Bólyai Iskola 5-esei német órán. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvoktatásra, angol, német és olasz nyelv közül választhatnak a diákok. A felsőbb évfolyamokban arra is van lehetőség, hogy magasabb óraszámban tanuljanak idegen nyelvet. Arra buzdítjuk és ösztönözzük a diákokat, hogy a középiskolás évek alatt próbáljanak minél szorgalmasabban tanulni a nyelveket, és hát egy nyelvvizsgát vagy 2 nyelvvizsgát szerezni. De azért a gyerekekben meg is van a motiváltság, hiszen pluszpontokat ér, akár a középfokú nyelvvizsga, ha valakinek 2 van már, akkor 40 pluszpontot tud vinni a felsőoktatásba. Ráadásul 2020-tól csak az jelentkezhet felsőoktatási intézménybe, akinek van nyelvvizsgája. Az oktatási hivatal adatai szerint tavaly 108 000-en nyelvvizsgáztak Magyarországon, 26 000-rel kevesebben, mint egy évvel korábban. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy 2018. január 1-től 35 éves kor alatt az első vizsga árát megtéríti. Eddig talán azok nem gondolkodhattak a nyelvvizsgán, akiket ez esetleg megterhelt volna, viszont így már szerintem egyre több családnak és fiatalnak megnyílik a lehetőség. Én februárban tervezek nyelvvizsgázni, és ez a felsőoktatásban, illetve esetleg külföldi tanulmányokban is nagy előnyt jelent, sőt szerintem manapság már inkább létszükséglet, mint előny. Sokan már 11. osztályban előrehozott érettségit vagy nyelvvizsgát tesznek, de a szakemberek arra figyelmeztetnek, a papír önmagában nem elég, gyakorolni továbbra is kell.